A Bugát Pál középiskolai természetismereti vetélkedőre az egész országból több száz diák érkezett, teljesen megtöltve a TIT stúdió épületét. Az 51 középiskolából érkező 123 csapat emelt szinten találkozhatott a természettudomány tantárgyaival. Most már 24. éve rendezzük meg, tehát 24. alkalommal zajlik mai napon az elődöntő. Ebbe az elődöntőbe az ország minden régiójából vesznek részt diákok, előre beneveztek, ajánlott irodalom alapján felkészülnek, és ilyenkor az elődöntőn írásbeli feladatokat oldanak meg. Az a célja, hogy a középiskolai korosztálynak felkeltsük a figyelmét a környezettudatos magatartás iránt, meg egy kicsit felhívjuk a figyelmet az élő és az élettelen környezetnek a megóvására. Tulajdonképpen arra alapoznak, fizika, kémia, biológia, földrajzra, de nagyon sok egyéb dolgot is meg kell ismerniük. Már az előre elkészített ajánlott irodalomba mindenféle pluszt felfedezhetnek, amit itt most hasznosítani tudnak. A vetélkedő idei témája az utazás a Föld körül, most arra helyezte a hangsúlyt, hogy milyen hatással volt a közlekedés fejlődése a Föld képére és élővilágára. Ezt a tanárok igyekeztek olyan feladatokkal megkérdezni a diákoktól, ami tényleg nem középiskolai anyag. A sok-sok év alatt mindenféle témakör volt, többször volt a Föld, a levegő, a víz. Az idei az utazás a Föld körül, ami igazán nagyon sok mindent felölel, mert az utazás kezdve, hogy az emberiség utazni kezdett, beletartozik a szállítás, sőt, most már igazából ez az informatika is, mert az is egy kicsit, hogy úgy mondjam, utazásnak idézőjelbe lehet venni.